Ez Nyíregyházán a Bethlen Gábor és a Mező utca forgalmas kereszteződése, ahol hamarosan egy új közlekedési csomópontot épít ki az önkormányzat. A beruházáshoz kapcsolódva megújul a kereszteződés közvilágítási rendszere is. Több mint 15 millió forintból 38 kandellábert és hozzá tartozó földkábelt telepítenek a szakemberek. Hasonló beruházás kezdődik Mátészalkán is. Az áramszolgáltató az áramhálózat fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fordít az üzembiztonságra, a karbantartásra és az új energiaigények kielégítésére. 260 projektet indítunk ebben az évben, ami új igényeket fog kielégíteni, az értéke az pedig 240 millió forint. És ide tartozik azt gondolom a Digitális Magyarország program, aminek szintén jelentős résztvevői vagyunk. Ez 450 millió forintos beruházást jelent, és maga a munka pedig azt jelenti, hogy alkalmassá tesszük a hálózatunkat ezeknek a gyenge áramú rendszereknek a felhelyezésére. A megyében 280 ezer fogyasztót ellátó E.ON több mint 9900 kilométer hosszú vezetékhálózat üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik. A vállalatcsoport idén 368 kisebb-nagyobb fejlesztést valósít meg. Ezek egyike az az okostelefon applikáció, amelyet a közvilágítási rendszerben jelentkező üzemzavarok bejelentésére használt 12 megyei település lakossága. Egy olyan mobil applikációról beszélünk, amely alkalmas a közvilágítási hibák bejelentésére, ezáltal hatékonyan, gyorsan a mai kor elvárásainak megfelelő minőségben tudjuk a hibákat felvenni, pontosan be tudjuk azonosítani a helyüket, hiszen az okostelefonok ma már a GPS navigáció helymeghatározás segítségével egy pontos hibabejelentést tesznek lehetővé, fotót tud az adott felhasználó mellékelni, így számunkra a javítás folyamatát teszi hatékonyabbá, ezáltal rövidebb idő alatt tudjuk megjavítani a hibákat. Az E.ON emellett kísérleti programként magán naperőműveket kiszolgáló energiatárolókat épít ki Nyíregyházán, képzési rendszerében pedig 8 villanyszerelő tanulónak biztosít gyakorlati helyet és lehetőséget. A társaság egyébként a tavainál csak nem 200 millió forinttal nagyobb összeget, összesen 2,2 milliárd forintot fordít az áramhálózat fejlesztésére és karbantartására a megyében.